kérek mindenkitől, ha dadognék, vagy hogyha nem fejeznék be egy-egy összetettebb mondaton. Én nagyon szívesen értékelném ezt az egész versenyt. Az igazság, hogy én ahhoz szoktam, hogyha elkezdek beszélni, akkor egy óra hosszáig. És akkor nem szeretném rabolni az időtöket. De azért mindenképpen néhány dolgot el szeretnék mondani. Ez a fölolvasás, ez egy nagyon izgalmas műfaj. Ez valahol a rádiózás és a pódium műsor között lévő műfaj, ugye? Mert a rádióban nem látjuk az előadót, csak a hangját halljuk, tehát az előadónak csak a hang áll rendelkezésére, hogy lefesse azt a környezetet, ahol játszódik a cselekmény, ahol vagyunk. Tehát semmi más, csak a hangja. Na most a pódium műsornál pedig a hang is, meg a teste is, a testbeszéde, az előadónak a testbeszéde, a gesztusai, az arc kifejezése, a testtartása, és a többi, és a többi. Tehát a testbeszédével is közvetít. Na most a felolvasó az mit csinál? Hát meg van kötve a keze, szeme, tekintete, odaszegezi a tekintetét a szöveghez, és hát nem tud játszani. De ugyanakkor meg látjuk az előadót, tehát valamit azért a magatartása, amíg oda kimegy, amíg leül, amíg reszket a nadrágja neki, vagy nem tudom én, tehát idegesen megigazítja a haját, vagy akármit csinál, látjuk. Ez is bizonyos módon hatással van ránk. Egy kicsit látjuk az arc kifejezését, amit hát nem dolgozott ugyan ki, de látjuk azt, hogy követi-e a szöveg tartalmának a érzelmi, nem tudom, hullámverését, egy kicsit követi-e az arca, vagy nem követi. Hát ez egy nagyon izgalmas műfaj. Én nagyon sokat zsűriztem, szerintem még felolvasó versenyen nem, legalábbis nem emlékszem rá. Az általános hibákról azért szeretnék néhány szót szólni, ha megengeditek. Lehet, hogy pedagógusoknak is tán mondanék újdonságokat esetleg. Hát elsősorban általános hiba, nem mindenkinél, de mondhatjuk, hogy általános hiba, a túlhangsúlyozás. A magyar nyelvben nagyon-nagyon kevés hangsúlyt kell használni, és értelmesen, kifejezően úgy tudunk beszélni, hogyha csak a megfelelő szót hangsúlyozzuk. Most a hangsúlynak, a hangsúlyozásnak a szabályszerűségéről nem is nagyon tudnék beszélni, nem is akarok, nem is nagyon tudnék, ugye nincsenek szabályok. Szóval vannak, de nem a szabályszerűség a jellemző. Tehát a túlhangsúlyozástól mindenképpen meneküljünk. Tehát az, hogy minden szót hangsúlyozunk, akkor ha minden szót hangsúlyozunk, akkor egyetlen szó se lesz hangsúlyos, és nem tudjuk, hogy mit akarunk voltaképpen mondani. Nem tudjuk, hogy a mondani valónknak mi a lényege. Ugye? Aztán van egy általános, sajnos a mai magyar beszélt nyelvben, és ez Kárpát-medence szinten jellemző, nem tudjuk letenni a mondat végeket. Nem tudjuk letenni a mondat. A magyar nyelv az ereszkedő. És annak van nyert ügye, aki fentről indítja a mondatot. Tehát ha elkezdek beszélni, akkor fentről indítom a mondatot, és állandóan ereszkedik a mondat, és a végén akkor le tudom tenni. De hogyha Ha úgy kezdem a beszédemet, és általában főleg a kamaszkorú fiúkra jellemző, de lányokra is, hát fiúkra pláne, hogy ilyen kakas hangon nem nagyon szeretnek beszélni, mert az olyan férfiatlan dolog, hanem innen kezdi mondani, és akkor mire a mondat végére én addig lehallgat. Tehát nyugodtan kezdjük fönt a mondatot, és akkor aztán van idő, Van hely, van tér, játszani közben a hangunkkal, és akkor aztán a végére le tudjuk tenni. Nem tudjuk meglebegtetni a mondatokban, tehát a szólam határoknál, nem tudjuk meglebegtetni a felsorolásoknál, nem tudjuk meglebegtetni a szöveget. Hanem vagy letesszük, vagy fölkapjuk, de nem tudjuk meglebegtetni. Na, hát ez hosszabb magyarázatra szorul.
Még egy fontos mondat, de ezt mindenki tudja. Hát a kérdő mondat van, ha ott van az elszócska, akkor milyen a mondat? Hát ereszkedő, hát kijelentő mondatként mondjuk, ugye? Hiszen ott van az elszócska, az már jelöli azt, hogy kérdést tettünk fel. És akkor nem tesszük, hogy ta-da-da-da-da, ugye kérdő. Megvoltunk-e elégedve? Megvoltunk-e elégedve? Ja. Igen. És a neveket. Sok helyütt sokan nagyon jól mondták, de kérném szépen, a nevek azok egyhangsúlyosak. Az, hogy Kovács Pista, Petőfi Sándor, tehát egyhangsúlyos. Nem Petőfi Sándor, Kovács Pista, ugye? Hát ilyeneket gondoltam mondani. Nagyon-nagyon sok mindent tudnék még, de hát nem. Szeretném igénybe venni az idejüket, mindenki venne haza, és most következik a legszörnyűbb dolog, amit nekem el kell itt mondanom. Előbb ezeket kell, ugye? Az emléklapokat nagyon gyorsan elmondok. Na, még egy ilyen általános dolog, hogy nagyon utáljátok biztos ezt a dolgot, ezt mindig el szoktam mondani, és én komolyan gondolom. Én komolyan gondolom azt, hogy aki egy ilyen versenyen részt vesz, az mindenki nyertes. Mert aki olvas, mert aki a szabad idejében olvas, az gazdagabb lesz lelkileg, érzelmileg, gondolatilag, emberileg. Az más dolog, hogyha valaki hivatásos beszélővé akarja magát, szándékozza magát iskoláztatni, mint például színész, tanár, rádió, tévé, bemondó, és a többi, aki tömegek előtt beszél, országgyűlési képviselő például, vagy hasonló, annak ugye meg kell tanulnia a művelt magyar köznyelvet beszélni, nem az irodalmi nyelvet, a művelt köznyelv és az irodalmi nyelv nem összekeverendő, ezt nagyon sokszor összetévesztjük. Azt mondjuk, hogy irodalmi nyelven beszél. Irodalmi nyelven beszélnek a költők, az írók. Művelt magyar köznyelven pedig hát próbálunk mi beszélni, én is igyekszem, nem mindig sikerül. Farkas Ambrus, azt nem engedheti meg magának, hogy egy-két-három hangon mondja végig a szöveget, mert elaltatja a közönséget. Nagyon fontos dolog az is, hogy aki felolvas, vagy valamilyen szöveget előad, elmond, akkor legyen benne, érezzen benne a közlésnek a szándékát. Érezzem benne azt, hogy valami titkot tudok, és ezt most szeretném nektek elmondani. Ezt a titkot. Most itt előtt a nép a díjazottak vannak, ezt én nem. Tehát valami titkot szeretnék elmondani. Én többet tudok, mint te. Tehát hogyha én felolvasok valamit, vagy előadok valamit, akkor a közönségnek kell rajtam érezze azt, hogy én valamit tudok többet, mint ő. És ezt a valamit én most szeretném neki átadni. És ennek az átadásnak a szándéka, ennek a belső kényszere, ez valahol az előadóban meg kellene, hogy jelenjen. Hogy én most nagyon szeretnék valamit nektek elmondani, valami fontosat, mert azt gondolom, hogy abból hasznotok fog származni. Ezt a szándékot, ezt a nem tudom, talán testbeszédben adja elő ezt az ember. Talán a szüneteivel, a beszéd szüneteivel érzékelteti. Zsűri elnök úr, hát nagyon élvezettel hallgattam itt ezt a kis fölvezetést, még hallgattam, hogy hamarabb érkezek. Egyébként a Pozsony utcából, nem Kiskolassól, mellettem lévő utca, jól emlékszem Kassa utca. Ezt csak azért mondom el, akik nem halasiak, hanem a Kárpát-medence különböző szegleteiből érkeztek, hogy itt Halason, hát most már 14. alkalommal ez a verseny számunkra most már örökség. Egy igazi örökség. Ottónak külön köszönet ezért, az iskolának, iskolavezetésnek is. És mindazoknak, akik most részt vettek a zsűriben és a fölkészítésben, és legfőképpen a diákoknak, akik ezt a versenyt vállalták. Szerintem sokat fogtok vele tanulni. Én ehhez kívánok most mindenkinek jó egészséget és sikeres folytatást. Köszönöm szépen. És még hátra van. Nagyon köszönöm úgymond a támogatóknak, akik lehetővé tették, hogy a rendezvény ilyen sikeres legyen. Köszönöm a segítőknek,
az iskolából és másonnan bárki, aki, aki segített. Köszönöm a diákoknak, akik olyan lelkesek voltak és önörömösek, hogy megdobogtatta a szívünket. És megköszönöm azoknak, akikről nem nagyon hangzott itt még el semmi, a felkészítő tanároknak. Én kapcsolatban voltam velük végig az elmúlt 13 évben és most is. Hát az a munka, amit ők végeztek és amilyen lelkesen csinálták, ez szerintem olyan kimagasló volt, hogy nem tudok csak felsőfokban beszélni róla. Köszönöm szépen, hogy elhozták a diákokat, és köszönöm a felkészítést is. Mindenkinek köszönöm.